Hello, Gondzsong Ponyo! Köszöntöm kedves nézőinket! Ez itt ismét a Közelebb Kínához. Benne a távoli Kína és a közeli kínai közösség legfontosabb hírei. Mai adásunk húszava a változatosság. Így a következő 26 percben szó lesz a gazdaságról, emellett lesz kínai kultúra, és nem maradunk gasztronómia nélkül sem. Tartsanak velünk! Alig néhány lépésnyire a Hősök terétől, Ázsiával foglalkozó szakemberek gyűltek össze a közelmúltban, azért, hogy Európa és a távol-kelet gazdasági kapcsolatait elemezzék. A konferencia a hangzatos Ázsia-Európa felé tart címet kapta. Mindjárt kiderült, nem véletlenül. Találó címet adtak a szervezők a rendezvénynek, ahol a felszólalók azt próbálták körüljárni, hogy Ázsia mióta és milyen sebességgel tart Európa felé. A legtöbbször Kína neve hangzott el, mely a nagyszámok törvénye szerint szédítő gazdasági adatsorral rendelkezik. Inotai András, a Világgazdasági Kutatóintézet szakértője ennek érzékeltetésére elmondta, Peking 2800 milliárd dolláros valutatartaléka akkora, mint a 200 éves teljes magyar nemzeti jövedelem. Éppen ezért évek óta Kína maga is előszeretettel fektet be az öreg kontinensen. Tavaly a kínai vállalkozások már 8 milliárd dollár értékű tőkét hoztak ide. A legnagyobb volumene persze még mindig az áruforgalomnak van. Csak Kínából az Európai Unióba és az EU-ból Kínába 480 milliárd dollár értékű termék cserélt gazdát. Forintra történő átváltás helyett sokkal izgalmasabb megnézni, hogy ez mennyit jelentett a válsággal küszködő Európának. Az Európai Unió számára Kína volt gyakorlatilag az egyedüli, részleges hatású, mert az egész válságot nem tudta kompenzálni, de egyfajta mentőöv. Amíg az Unió kivitele kb. 18%-kal csökkent 2009-ben, egyedüli partnerként a Kínába irányuló kivitel 4%-kal nőtt. Hadd tegyem hozzá ehhez a magyar párhuzamot, ami ennél még jelentősebb. A magyar export kb. 20%-kal ment vissza 2009-ben, a Kínába irányuló 17%-kal nőtt. Igaz, hogy egy viszonylag alacsony szintről, de szint majdnem egyedül még két ázsiai ország volt, ahova akkor nőtt a magyar export. Ladies and gentlemen, you're not bought. Give a knock. Ezt már a kínai nagykövetasszony mondta a megjelenteknek. Gao Qian több számmal is jellemezte az EU és országa kapcsolatát. Most már évente 150 ezer munkavállalási engedélyt adnak ki uniós polgároknak Kínában, míg az Európában megjelenő kínai cégek is egyre több munkahelyet generálnak. Gao Qian úgy becsülte, hogy Magyarországon körülbelül 10 ezer álláshely köszönhető ezeknek a cégeknek, amelyek között egyre több az olyan nagy multicég, mint a Huawei, a Lenovo és a kínai kézbe került Borsodkem. Az EU Kínába irányuló exportjának 85%-a késztermékekből és feldolgozott termékekből áll, ami közvetlenül 3 millió állás megteremtéséért felel az EU országokban. A befektetések tekintetében az EU Kínában összesen több mint 70 milliárd értékben fektetett be. A halmozott kínai befektetések értéke az EU-ban elérte a 8,3 milliárd dollárt. Ma 200 ezer kínai diák tanul az EU-ban, és évente több mint 1 millió kínai turista látogat el Európába. Talán nem tudják, hogy Kínában több mint 150 ezer munkavállalási engedélyt adunk ki évente európai állampolgároknak. Ma már nem meglepő azt látnunk, hogy az európaiak munkát keresnek Kínában. Európa harmadik legnagyobb üzleti partnere is ázsiai ország. Ez Dél-Korea. A koreai vállalatok, köztük a szórakoztató elektronikai mamut cégek évek óta stabil munkaadók a régióban. Becslések szerint a koreai vállalatok befolyása forintban számolva eléri az 1600 milliárd forintot. A közép-európai régióban, amiben ugye Magyarország is beletartozik, a zöldmezős beruházások nagyon vonzóak voltak. A kölcsönös bizalom és jó szándék jellemzi a két ország kapcsolatát. Koreában nagyon szeretik a magyarokat, ennek pedig több oka is van. Először is a magyarok ázsiai származása.
másodszor a két ország közös történelmi tapasztalata. És a harmadik pedig, hogy Magyarország volt az első olyan volt kommunista ország, amely diplomáciai kapcsolatot kezdeményezett Dél-Koreával 1989-ben. Az ázsiai konferencián kiderült az is, hogy a Bank of China közép-európai térképén a legelőkelőbb helyen Budapest van. A világméretű kínai pénzintézet ugyanis a régióból egyedül a magyar fővárosban rendelkezik bankfiókkal. A vállalat magyar irodájának vezetője szerint jól látszik az a törekvés, hogy Kína a yuanból olyan világvalutát szeretne megteremteni, amilyennek ma a dollár és az euró tekinthető. A kínai kormány részéről ez egy elhatározás, hogy a yuant kellő megfontolással, körültekintéssel világpénzét tegyék. Ennek első lépéseit 2010-ben mi is megtettük, hiszen lehetővé tettük, hogy nem kínai állampolgárok számára is lehessen yuan számlát nyitni, és hát egyelőre kuriózumként, de elkezdtük a yuan bankjegyek forgalmazását is. Természetesen a közelebb Kínához stábja kíváncsi volt arra is, hogy mit szólnak az elhangzottakhoz azok a cégvezetők, akik Kínával foglalkoznak. Fontos számomra az, hogy meghallgassam, tudjam azt, hogy mind a magyar, mind pedig a kínai vagy az ázsiai kormányképviselők, az állami szervek hogyan látják az országunk lehetőségeit az ázsiai, vagy szűkebb értelmemet Kína és Magyarország közti gazdasági kapcsolatok fejlődésében. Befektetni műanyag van, befektetési szándékuk van azokban a régiókban, országokban, amelyek meg tudnak felelni annak a néhány elvárásnak, amelyeket a kínai kormány támaszt felénk, feléjük. Itt gondolt a nagykövet asszony is az egyenlő elbírálásra, amelyek nagyon súlypontos kínai érv és elvárása a partnerországok felé. Amennyiben ilyen elvárásokban meg tudunk felelni, tényleg kinyílhat azok bizonyos pénzezsák, és még több befektető érkezhet az országunkba. Végül arról, hogy nem csak Ázsia tart Európa felé, hanem Magyarország is Ázsia felé. Tavaly csak a Kínába irányuló magyar export 50%-kal nőtt a 2009-es évhez képest, mely még a szakemberek legoptimistább várakozásait is meghaladta. Miközben Ázsia gazdasága Európába tart, a kultúrák hídja már meg is épült, legalábbis egyes téren mindenképpen. Február végén ugyanis nagyszabású holdúj évig ála este tartottak a kongresszusi központban, amelynek célja az egymás iránti tisztelet és szeretet ünneplése volt. A rendezvényen látni fogják, a legnagyobb kínai sztárművészek adtak ízelítőt a több ezer éves kínai kultúrából. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt évek leglátványosabb kínai holdújévi ünnepségét tartották a közelmúltban Budapesten. Már eleve a vendégsereg illusztris volt. A kultúrák hídját együtt látogatta meg Gao Qian asszony, kínai budapesti nagykövete, és Mit Pál köztársasági elnök. Rajtuk kívül jelen volt Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, és a régió kínai-magyar üzleti életének színejava. Diplomaták, vállalatvezetők, tanácsadók, a média képviselői, így a közelebb Kínához stábja is. Rendkívül fontosnak tartom a Kína és Magyarország közötti kapcsolatok támogatását, a két nemzet közötti kulturális híd megépítését. Hiszen, hogy ez teremti meg a lehetőséget egymás kultúrájának mélyebb megismerésére és kölcsönös tiszteletére. Ez szolgálja legjobban a két kontinens közös jövőjét. A kultúrák hídjagállást egy fontos történelmi lépés a híd megépítéséhez, és reményeim szerint egy hagyományteremtő eseményi emelkedhet. A kultúrák hídjával a szervezők egy olyan hagyományteremtő rendezvényt akartak létrehozni, amely teljes mértékben nélkülözi a politikát és a napi gazdasági kérdéseket. A vendégeknek, így nekünk is egyetlen, könnyen teljesíthető feladatunk volt. A színpadra figyelni. A gálaest első felében a kínai Yunnan tartományból érkező művészeti csoport tartott lélegzetelállító előadást.
Róluk annyit mindenképpen, hogy a 60 éve alapított együttest 16 etnikai csoport művészeiből verbúválták, céljuk Nyugat-Kína nemzeti zenéinek, táncainak megismertetése a nagyvilággal. Eddig több mint 50 országba látogatott el a csoport, melynek vezetője biztosan nem ismeretlen a magyar sportbarátok körében. Chao Chun volt ugyanis a pekingi olimpia záró ünnepségének rendezője és koreográfusa. A Kultúrák hídjára Kínából a Yunnan Art Group érkezett, magyar oldalról pedig Havasi Balázs. A világ leggyorsabb kezű zongoraművésze és az őt kísérő szimfonikusok virtuóz koncerttel folytatják a gálaestet. Ugye ismerősek ezek a dallamok? Az est különlegessége, hogy a színpadon egy igazi ősbemutatót is láthatott a nagy közönség. Egy olyan művészeti produkciót, melyben kínai és magyar művészek közösen állították színpadra a kulturális hídszimfóniát, amelyet autentikus kínai és magyar népdalmotívumok felhasználásával kifejezetten erre az alkalomra komponáltak.中兄之间的文化交流这几年是发展的非常快的，今天晚上的这个文化之桥的活动是一场非常成功的一场演出，这个特别值得一提的是中兄两国的艺术家能够联合演出，其实这场演出的准备时间是很短的，但是今天能够取得这么巨大的成功，这是出乎我们意料之外的。 Nagyon remélem, hogy a ilyenfajta kulturális rendezvényen keresztül szeretnénk áttolmácsolni egy kínai hangot. Ez azt jelenti, hogy mi szeretnénk az egész világ békésen, harmonikusan él. A finálé az közel egy évig készült, tehát azt gondolom, hogy ez az egyik leghosszabb ilyen zenei vállalkozás, amiben ilyen részt vettem, amikor gyakorlatilag tulajdonképpen 5-6 percről beszélünk. Pejcsik Péter hangszerelő és karmester volt a kreatív társam abban, hogy összeilleszünk magyar népzenei motivumokat, kínai ismert dallamokat, és az egészet egy ilyen világzenei környezetben helyezzük bele, szimfonikus zenekar.
És hát ha még lehet mondani, hogy meglepetés a végére, hogy még egy rockdobos is jól tudta érezni magát a produkcióban, hiszen Andy ott dobolt a végén, és azt gondolom, hogy ettől egy olyan homogén és annyira egy olyan nyelvezet született meg, ami tényleg minden embernek érthető. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindegy, hogy hol születünk, egy nyelvet beszélünk, és ez a zene, és ez tökéletes. Ritka élmény volt. Tulajdonképpen ilyenfajta koncertben még nem volt részem, ahol ennyire szervesen találkozott volna két teljesen eltérő kultúra, két teljesen eltérő földrész kulturális alapjai, népzenei alapjai ilyen szervesen tudtak volna találkozni. Egészen kiemelkedő élmény volt.像今天你看到的文化之桥的活动，哈瓦西先生呢，在去年就已经到了中国，那么我们作为他的这个合作伙伴，那么给他安排了他今年的一些商业计划，为两国的文化交流做了很大的工作。 Hogyan tetszett az előadás, és az, hogy Kultúrák Hídja, ez volt az elnevezése, ez mennyire találó így végighallgatva az előadást? Hát abszolút találó, és nagyon-nagyon érdekes volt a műsor. Nekem különösen az első fele tetszett. Én úgy gondolom, hogy fantasztikusak voltak a kínai művészek, és nagyon érdekes volt hallgatni ezeket az egzotikus hangszereket, úgyhogy nagyon élveztük. Kultúrák Hídja, az teli találat volt. Egyszerűen hihetetlen, hogy a gyökerek a népzenébe, kínai és magyar konstrukcióba mennyire összecsengtek. A havasi produkció egyszerűen világszínvonalú volt. Én nekem egy óriási élmény volt, és nagyon köszönöm a kínai barátaimnak, hogy meghívtak erre az estére. Végül arról is érdemes szót ejteni, hogy a Kultúrák Hídja nem csak egy estére és nem csak magyar földön épült fel. A szervezők a közös kínai-magyar rendezvénnyel hagyományt kívánnak teremteni, ezért a közeljövőben több kínai nagyvárosban is felépül a Kultúrák Hídja. Nem maradunk ma sem gasztronómia nélkül. Budapest közkedves séfje, Wangmester Wang Szilviával együtt ezúttal is kifőzött önöknek egy távol-keleti finomságot. Ez lesz a kínai sertésszelet. Zhupai呢，其实应该算匈牙利菜或者是算西方菜，但是呢，我自己呢，自己想出来一个猪排，自己做的猪排，是呢，我平常非常喜欢吃的。 偶尔我自己在家也会做，这个呢，非常的软，非常的肉质会觉得非常的软，而且很香。这个我的猪排呢，跟其他的猪排区别在于呢，我用的料是不一样的。啊，但制作的方法比较接近吧？我看你用了这个。制作的方法是非常简单的。嗯哼。但是有一点呢，非常重要，就是。 我制作的这个猪排的料呢，一定要取就是猪的脖子上那块肉。为什么？这块肉呢，比一般的如果大家去都去匈牙利餐馆吃过，他们的猪排呢相对来说会硬一些。就是说，每一个肉只要是有活动的地方，那个肉都比较好吃，对吧？对，而且这块肉呢，大家也看到了，上边呢是肥瘦相间的。嗯哼。
也是先要放一些胡椒粉。胡椒粉。这个呢，就是盐和胡椒粉。大概烧制几分钟就可以把这道菜完成。这是一个非常快的，大概也就是四五分钟的样子。就是正反两面都要放上盐，然后呢再放上胡椒粉，让这两种味道呢浸入在猪肉里边，然后再进行放在锅里煎炸。四五分钟以后，这道王强师傅发明的中国式的猪排就可能炸好了。那么下面大家随着王强师傅的下一个步骤，看一下是怎样制作的。油的那个量也不是很大哈，放在那锅里面。这个、油不需要很多的油。一般这个炸炒的过程啊，是要用大火还是小火？小火。入火的时候呢，火是比较冲的，所以呢，先翻一个面。那么像这样的菜哈，西餐中做的方法，一般它的是那个主食是配什么？也是配土豆吗？还是面条，或者是咱们的中国米饭？哪一个更适合它？其实我在家的时候就是，那种匈牙利的大面包，还有呢匈牙利的那种酸辣椒，在一起吃呢是绝配。在这个煎制的过程中呢。可以再稍稍再放一些胡椒粉啊，对，再把它翻一个个。这时候呢，有一个非常重要的工序，就是大蒜。嗯，就是要在煎制好的时候，咱们再把大蒜放进去。因为大蒜呢非常重要，就是你现在吃的味道跟放完蒜的味道是完全两回事儿。还有一个呢，就是可能稍稍有一点不健康，但是如果用那个大面包蘸着这里边的油吃。非常非常香，但是我看可能一般人你可以接受这样的，偶尔试一下也没什么关系。好，现在已经闻到香味了，蒜香味出来了，蒜香出来了。好，再翻一个个就几乎制作。好，我来帮王师傅把这道西餐中做的猪排就制作好了。大家看到这么简单，闻起来又很香的菜，就是这么一个方法做出来的。Ez volt a Közelebb Kínához mai évad záró epizódja. 22 epizód meg annyi érdekes közös élmény után a Közelebb Kínához búcsúzik Önöktől. Stábunk nevében hadd mondjam el Önöknek, köszönjük megtisztelő figyelmüket, és bízunk a mielőbbi viszontlátásban. Viszontlátásra! Zaijian!